Egyetértés Áfész Hajdúdorog július első vasárnapjára, juliárisra hívta dolgozóit a hajdunánási fürdőbe. László Sándor úrral, a szövetkezet elnökével arról beszélünk, milyen alkalomból szervezték ezt a juliárist. Köszönöm a kérdést, és köszönöm a lehetőséget, hogy a hajdunánási televízióban, mint az Egyetértés Áfész elnöke nyilatkozhatom. Ez alkalomból köszöntöm nézőinket is. A mai rendezvényünk a 73. Nemzetközi Szövetkerti Nap alkalmából kerül sorra, ahol is a négy városban működő dolgozóinkat, hozzátartozóikat, gyerekeket hívtuk meg erre a rendezvényre, és ezt a módját választottuk az ünneplésnek, hisz dolgozóink ugye van, mikor szombat-vasárnap is dolgoznak, és mivel több városban működnek üzleteink, ritkábban találkoznak, és ez az alkalom nagyon jó arra, hogy kikapcsolódjanak, beszélgessenek, és hát jól érezzék magukat. Július 1-én rock és sörfesztivált rendezett a kemping területén a Tungsram Rock Blues Club. Július 19-én nyílt a Városi Művelődési Központban Kassai Imre, nánási születésű festőművész kiállítása. Július 16-a és 22-e között rendezték meg Hajdúszoboszlón a Hajdúvárosok találkozóját. Városunkat a Nyugdíjas Klub képviselte. Szeretettel köszöntjük a Hajdunánási Újság 400. számát. Reméljük, lesz 500. is. Immár 7. alkalommal rendezte meg táborát a megyei Herman Ottó Természetvédő Egyesület. A tábor lakói hajdunánás természeti értékeivel, ezek védelmével foglalkoztak. Július 27-én városunk NB2-es labdarúgó csapata az NB1-es kiskörösi Stadler SC csapatával játszott, a meccset Hajdunánás nyerte 2-0 arányban. Góllövő Kanál Zoltán és Horváth Csaba. A hazaiak piros-kékben játszanak. A technikai sportok kedvelőit tájékoztatjuk, hogy városunk rallycross versenyzője Balázs András a július 23-án Tapolcán rendezett országos bajnoki futamon, amely egyben nemzetközi rallycross verseny volt,
a divízió első kategóriában döntőbe jutott. A rajt után a nemzetközi mezőny második, az országos bajnokság első helyén futott, azonban az utolsó előtti körben egy defekt miatt az ötödik helyre került. Balázs András sárga, Mazda 323-assal versenyzett, rajtszáma 102-es volt. Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem dr. Nagy József főorvos urat, és egyben arra kérem, hogy ismertesse az általuk megszabott fogászati díjakat, melyet, mint ismeretes, július 1-től kell fizetnünk a fogorvosi rendeléseken. A hétvégén sikerült a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozatának és más megyei intézményeknek a ajánlásait alapul véve a helyben történő fogorvosi kezelések díját összeállítani. Előzetesen tájékoztatásról szeretném elmondani, hogy igyekeztünk, ahol csak lehetőséget láttunk rá, ezen ajánlások alá menni jócskán. Általában 65-75%-át vettük figyelembe néhány tételtől eltérően, ahol megtartottuk a országos ajánlásokat. 25 tételről van szó, talán mindet nem olvasnám föl, a legjellemzőbb kezelési eseteket említem. Az egyszerű hagyományos amalgám tömés az intézetünknél 900 forint térítési díjjal jár. Csak megemlítem, hogy itt 1400 forint volt a kamara ajánlása. Az esztétikus félrekötő anyaggal történő tömés 1500 forint, szemben a kamarai ajánlással, ami 2500 forint volt. Egy gyökértövés 1500 forint, több gyökerű fognál ugyanez 2000 forint, hídkészítése koronánként és tagonként 2000 forint, csapos fog készítése 2500 forint, egy fogsor készítése álcsontonként, tehát külön alsó, külön felső fogsor 8000 forint egyenként. És talán még említeném, hogy amennyiben nem sürgős ellátásról van szó, egy fogászati röntgenfelvétel filmenként 600 forint. Egyébként a teljes listát a Nánási Újságban is megjelentetjük, illetve a rendőrintézetben több helyütt kifüggesszük. Engedjem már meg, hogy közben megkérdezzem, hogyha ilyen lényegében most alacsony árakkal történik ez a fogorvosi ellátás, más városokból esetleg történnek-e itt betegfelvételek? Hogyha esetleg más városokban ettől magasabb lesz a díjtétel? Hát erre nem gondolunk és nem tervezzük. A területi ellátási kötelezettségünkbe ugye csak a város lakossága tartozik, hiszen ezen díjbevételek, amennyiben befolynak egyáltalán, az eddigi fogászati költségvetésünknek, költségeinknek csak a 30%-a helyett kerülnek az intézet számájára, amennyiben történik ez. Tehát a teljes költséget nem tartalmazzák, a teljes fogászati ellátás költségeit, mert gyakorlatilag arról van szó, hogy július 1-től a fogászat eddigi költségének a 70%-át kapjuk tovább, és a kieső 30 helyett kell ezeket a díjakat beszedni. Tehát érthető, hogy ez nem fedezi az összes költséget. Tehát nem szeretnénk vidékieket is ellátni, a sürgős eseteket kivéve természetesen. Milyen formában kívánják megoldani a befizetést a fogászati kezelésekért? A fogászaton a beteg vizsgálata után, a fogorvos a tájékozódás után dönti el, hogy milyen kezelésre, beavatkozásra van szükség. Ennek a már ismertetett lista alapján a árát közli a beteggel, és amennyiben az elfogadja, illetve
téríteni tudja vagy kívánja, akkor erre az összegre kiállított csekket kap a beteg, és ezt a OTP-be vagy a postán kell befizetni. Rendelkezésre áll ugyan még az intézeti pénztári befizetés is, ez azonban nem a teljes rendelésidő alatt, hiszen este 17:30-ig is van fogászat áll rendelkezésre. Tehát gyakorlatilag kétféleképpen csekkre, illetve pénztári befizetésre is történhet. Még egy dolgot említenék itt, amennyiben a beteg ezt kéri, ahogy az intézet köteles számlát adni a befizetett díjtételről. Főorvos úr, engedjen még egy utolsó kérdést. Szeretném öntől megkérdezni, hogy július 1-i hatállyal milyen új módosítások történtek még az egészségügyi ellátáson belül? A fürdőjegy rendelhetőségét illetően történt még korlátozó rendelkezés, amennyiben a fürdőkezeléseket, gyógyfürdőkezeléseket, illetve kártfürdő jegyet csak a reumatológus szakorvos írhat a városunkban, illetve az országban, és plusz még a mozgásszervi rehabilitáció szakoros, de nálunk ilyen nincs, csak a megyei kórháznál. Tehát az eddigi gyakorlat, mi szerint házi orvosok és más szakorvosok is rendelhettek fürdőjét, ez megszűnt. További változás az üzemegészségügyi szolgálat, üzemorvosi rendelés és a benti munkaalkalmasági szakrendelés finanszírozását a társadalombiztosítás július 1-től megszüntette. Arról van hírünk, hogy majd a munkáltatók kötelességévé teszi ezen szolgáltatás finanszírozását. Jelenleg tehát nem tudjuk ezt az eddigi formában folytatni. Itt megemlíteném, hogy egy másik jogszabály egyik pontja szerint az eddig ingyenes munkaköri alkalmassági vizsgálatok ingyenessége is megszűnt, ezért az intézetünkben 1000 forint térítési díjat kell, hogy kérjünk a már elmondottak miatt. Még néhány változás történt, a látlelet kiadása eddig 500 forint helyett 1000 forintba kerül, illetve a vérvétel, véralkohol vizsgálathoz elsősorban rendőrségek ügyek kapcsán van, ez az pedig 1000 forint helyett 1500 forint lesz, illetve már annyi. Jelenleg ezek aktuálisak. Még? Egy picit szeretném még megkérdezni öntől, az alkalmassági vizsgálatok milyen formában történnek? A munkaköri alkalmassági vizsgálatokat attól függően, hogy milyen munkahelyen dolgozik, vagy a házi orvos végzi, vagy a üzemegészségügyi szakrendelés. A házi orvos az egészségügyi könyvvel rendelkezők részére van biztosítva, a más munkakörökben dolgozóknak pedig a eddigi üzemegészségügyi szakrendelés, illetve a továbbiakban is fenntartjuk ezt, csak mint említettem, térítés köteles mind a két fajta alkalmassági vizsgálat. Köszöntöm dr. Pák László fogorvos urat, és szeretném tőle megkérdezni, hogy az utóbbi 2-3 hónapban milyen volt a fogorvosi látogatottság? Hát körülbelül a dupla, inkább háromszoros annak, ami megszokott volt. Körülbelül 3 hónap alatt most egy éves munkát teljesítettünk. És mennyire bírták? Muszáj volt bírni. Jelen pillanatban ketten dolgoznak. Milyen műszakban fognak ezen túl is dolgozni? Ugyanebben a műszakban, ahogy eddig is, tehát egyik műszak hétfőn, szerdán, pénteken délelőtt, egy csütörtök délután, a másik fordítva. Tehát reggel 5:30-tól este 5:30-ig folyamatosan van a rendelés. Történt, mivel most volt július 1-e, tehát ez épp hétvégére esett, és a mai napon volt-e már olyan beteg, aki előre nem volt bejelentve, tehát már eddig nem szorult fogorvosi ellátásra, és már fizetnie kell a mai naptól? Hát beteg már volt, aki nem volt előre bejelentve, de fizetni nem kellett, mert sürgősségi ellátást végeztünk. Szeretném öntől megkérdezni, hogy mi a személyes véleménye arról, hogy júliustól az egészségügyi ellátásban bizonyos szolgáltatásokért fizetni kell? Hát megdöbbentő a betegek részéről is, meg mi részünkről is, mert egy borzasztó többletmunkával jár, és ezt behajtása nem tudom, hogy fog megtörténni, mert hogy egy fele nem fogja befizetni. Hiába adjuk oda a csekket, azt nem fogják befizetni, én szerintem, hát nem tudom, hogy mi lesz ennek a majd a következménye. Megkérdezhetem, hol dolgozik, hogy ilyen személyes ügynek tekinti? Hát én mentőszolgálatnál dolgozok, és lehet, talált itten ez a riport, de hát majd a következőben meglássuk, hogy mi fog történni. Még senki nem tudja, mi lesz ennek a vége. Hát de nyugdíjas vagyok, de én nagyon ritkán jövök ide a
az orvos, most fogászaton vagyok, most még pont beleestem abba, hogy mondjuk 3400 forint, de akinek véletlen úgy alakul, hogy na, nyugdíjas utána nem bírja fizetni, mert nagyon-nagyon sok, mert nekem elég a 3400 forint, mert 9000 forint a nyugdíja, és én most éppen pont beleestem abba, hogy a 3400 forintot kibírom fizetni, de aki mondjuk még kevesebbet kap, még én azt a kis 20000 forintot nagyon nehezen beosztom. De hogy nem tudom, na. Úgy gondolja, hogy kevesebben fogunk fogorvoshoz is jönni esetleg, vagy más ellátáshoz? Egészségileg ez nagyon rossz. Egészségileg ez nagyon rossz, mert még sokkal több beteg fog lenni, hogyha fizetni kell. Eléggé fel vagyok háborodva, bár nem sokat vettem még igénybe egyáltalán ezeket a fizetési kötelezettségeket, de egyébként fel vagyok háborodva, mert nem fogjuk bírni anyagilag egyáltalán ezt fizetni. Úgy gondolja, hogy több beteg lesz akkor ezentúl, hogy nem jönnek fogorvoshoz, teszem fel? Hát nagyon végszükség esetében fognak majd jönni, és nem fogják tudni megfizetni. Most kimondottan csak a fogorvosi ellátásra gondolok? Kimondottan mindegyik ellátásra gondolok. Hát szerintem nagyon későn fognak jönni az emberek. Amikor már végszükség lesz, hogy már betegek lesznek, és akkor sokkal többbe fog kerülni az államnak véleményem szerint a kezelés, mert valaki már annyira beteg lesz, hogy már kórházi kezelés alá fog kerülni. És akkor véleményem szerint az állam többet fog fizetni, mint hogyha most nem kellene fizetni egy-egy vizsgálatért vagy kezelésért kezdetben. Hát nekem a véleményem, nagyon nem tudom kifejezni magam, de nem jó lépés. Az ország nevében mondom, hogy a kicsi fizetési emberek nagyon sújtva vannak véle, és annak érdekében ez nem jó. Úgy gondolja, hogy nagyon nagy terheket jelent ez bármelyik család? Nagy terhek, ugyanúgy a nyugdíjasok, vagy mint én is vagyok kis fizetésű, meg 50%-os leszázalékolt ember, és 8-10 000 forintban hát a téli tüzelés, a fűtés, mindent fizetni, szóval ez nem értek végre egyet. Elég mélyen érint bennünket, én jelenleg fogászatra járok, úgyhogy én megúsztam azzal, hogy már befizettem a csekket, de valószínű, hogy szóval főleg a fogászat ellátás, ez biztos, hogy érint mindenkit, mert szóval abból a pénzből, amit keresnek az emberek, nem tudják fizetni a fogászati ellátást. Szóval engem ez érint a legjobban, már a családomat is. Más különösebben nem, mert olyan, hogy mentő, ilyesmit eddig szóval nem vettünk igénybe, meg végül is szerintem ez a 100 forint összeg az nagyon jelképes, az végül is nem sok. Éppen most jövök, csináltak munkaalkalmasságig 1000 forint. Egyből. Még ezt nem is tudtam idáig. Csak jövök, mondom, megvizsgálom, hát nem. 1000 forintot csekk nélkül nem is csinálnak valami semmit. Nem ilyen dolgozásra egy évet. Szeretettel köszöntöm Kovács Zsolt urat, a hajdunállási mentőállomás vezetőjét, és egyben arra kérem, hogy adjon tájékoztatást a betegszállításban július 1-i hatállyal bevezetett változásokról. A társadalombiztosításról szóló törvény alapján, tehát az újabb kormányrendelet értelmében július 1-től bizonyos mentőszállítási díjakért a betegeknek úgynevezett hozzáadásos költséget kell majd térítenünk. Ez alól kivétel képeznek azok a betegek, akik közgyógyellátásban részesülnek, a rendszeres művekezelésre, valamint a sugárterápiában részesülő betegek. Ugyanígy térítésmentesek azok a mentőszállítási feladatok, amelyeknek megkezdését azonnal végre kell hajtani, illetve egy órán belül, valamint azok a betegek, akik intézményből intézménybe kerülnek. Ez érthető tehát így, hogy ha például Debrecen rendelőből, hajdonás rendelőből kell valakit Debrecenbe szállítanunk, akkor ez a szállítás gyakorlatilag a beteg számára díjtalan. Ugyanígy a korábbiaknak megfelelően ingyenes, tehát térítésmentes a mentésnek minősülő feladatok, ilyen például a szülés, vagy minden olyan lakáson, közterületen, üzemben bekövetkezett rosszullét, vagy bármilyen eredetű hirtelen egészségkárosodás, tehát ezek ingyenesek. Minden további mentőszállításért, tehát a 3 órán belüli, 6 órán belüli, valamint az alkalmi mentőfeladatokért a betegeknek 100 forintot kell fizetniük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ha a beteget például behozzuk a helyi rendelő intézetbe, bármilyen vizsgálatra, például a laboratóriumba, a betegnek a beszállításért 100 forintos költséget kell térítenie, majd a vizsgálatot követően, ha a betegnek ismét mentővel kell lakására hazajutni, akkor újabb 100 forinttal kell terhelnünk. Tehát egy-egy ilyen mentővel történő szállítás a betegek számára 200 forintot fog jelenteni. Ugyanez érvényes a Debrecenbe irányuló feladatokra is. Tehát mind a beszállításra, mind pedig az intézetből haza történő szállításért is fizetni kell a betegeknek.
Korábban is megkereste bennünket ilyen igényel a hozzátartozók, hogy az idős gondozásra szoruló betegeket szeretnék egyik lakásból másikba szállítani. Ez a korábbinak hasonlóan, illetve megfelelően ugyanígy fizetni kell. Ez a díj most együttesen 1000 forint lett. Tehát a helyből helybe történő szállítások esetén 1000 forintot kell a betegeinknek téríteni. A részegszállítás a korábbinak megfelelően szintén költségtérítéses, ez azonban kilométer szerint kerül majd kiszámlázásra. Ez azt jelenti, hogy egy kilométerre a betegnek 200 forintot kell fizetnie. Ezt gyakorlatilag úgy kell érteni, hogy a mentőgépkocsi, ha kiindul a mentőállomásról, a mentőállomástól a kihúzónit állomásig megtett útnak a dupláját kell számolnunk, tehát ez praktikusan nála Zsebrecen között 80 km távolság is lehet, így a betegnek, illetve a kihúzónit állomásra szállított személynek akár 16-18 forintot is kell fizetnie. Ehhez a költséghez fog még hozzájönni 1500 forint ápolási díj, illetve 1000 forint a mentőgépkocsi takarításnak a díja. Ön is említette a szülő otthon szüléseket. A kormány eddig ismert határozata értelmében október 1-jével bezárásra ítéltetik a hajdonállási szülőotthont. Ha valóban bezárásra kerül, önök hogyan készülnek fel erre? Azt hiszem mindenki számára hátrányt fog jelenteni a szülőotthon bezárása, de ennek a hátrányát elsősorban az eddig szállított nőbetegek fogják legjobban érezni. Ugyanis a szülőotthon megléte mellett gyakorlatilag rövid időt kellett a betegeinknek a mentőautóban tölteni. Most ez az idő meg fog többszöröződni, miután meg fog szűnni a szülőotthon. Ez nem csak időben, hanem természetesen kilométerben is jelentősen meg fog növekedni, amit hogyha forintosítunk, azért számottevő összeg lesz az év végére. A másik kifejezetten hátrány fogja jelenteni az, hogy az intézet megléte mellett eddig a szülőnőket vagy más nőgyógyászati megbetegedés miatt szállított betegeket behoztuk a szülőotthonba, hétvégén, illetve ügyeletek alkalmával is, és itt a szakorvosi ellátást követően, ha indokolt volt, tovább vittük a gyógyintézetbe. Tehát most ez a szakorvosi ellátás hétvégén vagy éjszakán esetleg ki is maradhat. Ugyanakkor nem csak a szülési események vagy nőgyógyászati megbetegedés miatt szállított betegeink fogják ennek hátrányát érezni, hanem mindazok a betegek, akik úgynevezett egyszerű betegszállításra várnak. Ugyanis, mint betegeink, illetve hozzátartozók már gyakran tapasztalhatták, az úgynevezett egyszerű szállításokat, tehát az alkalmi feladatokat csak sokszor késve tudjuk megoldani, vagy előfordult van is, hogy az alkalmi feladatot át kellett tennünk másnapra. Ha a szülőotthon bezár, akkor ezek mind talán gyakoribban fognak válni, mert most már nem rövid ideig fog kiesni a mentőgépkocsi a szülési események miatt, hanem minimum 2 óra hosszáig. Tehát ezt a mentőgépkocsit, a szülést végző mentőgépkocsit 2 óra hosszáig hiányolnunk kell hajdanálásról, tehát ennyivel később tudjuk visszaállítani a szállítási feladatok végzéséhez. A közalkalmazotti törvényről szóló rendelet megjelenése óta sajnos egyre nehezebb körülmények között dolgozom, mert a hajdanáláson lévő 7 mentőgépkocsiból csak 5 tudunk nap mint nap futtatni. Ez mind a betegek hátrányát képviseli, ugyanis ha figyelme veszük azt, hogy ez a 2 hiányzó mentőgépkocsi, ha csak 2 alkalommal menne be Debrecenbe, és minden alkalommal 3 beteget vinne be, kontrollos beteget a gyógyintézetbe, ez naponta mindegy 12 beteget jelent. Tehát ennyi betegnek a szállítási gondját kellene még plusz megoldanunk a későbbiekben. Azt szeretném elmondani, hogy az életbe lépett rendeletek nagyon hátrányosak számunkra is, mert a sajtóban elég gyakran, főleg az utóbbi napokban számunkra goromba megnyilvánulások voltak, mert ez azt hiszem, hogy nem megfelelő tájékozottságból adódik. Szeretném elmondani, hogy például a szállítások kapcsán, ha a betegnek térítenie kell a szállítást, a mentődolgozók nem pénzt vesznek el, tehát a betegnek nem kell a szállítás megkezdése előtt a 100 forinttal rendelkeznie, mi csupán egy postai átutalási csekket adunk át a betegnek. És ezt kell a betegnek a későbbiekben befizetnie. Tehát a lényeg az, hogy nem kell rendelkezni a betegnek a 100 forinttal. Főorvos úr, szeretném öntől megkérdezni, hogy kaptak-e már hivatalos értesítést arról, azzal kapcsolatban, hogy a szülőotthon bezárásra kerül?
Jelen pillanatig még nem kaptunk semmilyen hivatalos értesítést ezzel kapcsolatban. Mi is csak annyit tudunk, amennyi a sajtóban és a televízióban megjelent nyilatkozatokban elhangzott a Népjóléti Minisztérium részéről, és ezek a nyilatkozatok a sajtóban megjelentek. Ott történt említés konkrétan arról, hogy a hajdúböszörményi, hajdúnánási és más szülőotthonokat is be fognak zárni. Sajnos ez a dolog elég bizonytalanságban tart bennünket, úgy a szülőotthon dolgozóit, mint a gondozásunkban lévő kismamákat, terheseket is, mivel nem tudjuk, hogy mi lesz a szülőotthon sorsa. Egyrészt gondot okoz ez, mert a dolgozóinknak a legnagyobbik része, ugye, vagyis a legtöbb, nem hogy a legnagyobb, majdnem mindegyik dolgozónk hajdunánási születésű, itt született, itt lakik, itt ment férhez, lévén, hogy a dolgozóink azok nők. Itt van a gyerekük, itt járnak iskolákba, és ha a szülőotthont bezárják, mindannyiuknak gondot fog jelenteni a további elhelyezkedés. És nagy a valószínűsége annak, hogy ők is a munkanélkülieknek a sorsára fognak jutni. Mindezek gazdasági témákat érintenek. Viszont egyetlen egy kismamának sem mindegy az, hogy távolabb 40 kilométer, esetleg 60-ra vagy 70-re kell bemennie szülni. Ön hogyan látja ezt, hogy lesz ez megvalósítva, megoldva, hisz a mentőszolgálat is sem terhelhető nagyon sokáig? Hát természetesen, hogy ez a dolog a kismamákat fogja elsősorban érinteni, mivel ha a szülőotthont bezárják, arra nem lesz rá lehetőség arra, hogy azok a terhesek, akiknek a terhességük fiziológiás, tehát élettani körülmények között folyik le, nincs semmi szövődményre kilátás, hogy a szülésük az itt helyben zajlódjon le. És a távolság ugye Debrecenhez elég nagy, 40 kilométer oda-vissza. Egyrészt, másrészt a hozzátartozók részére sem mindegy az, hogy szülés után a látogatások alkalmával itt helyben ez megtörténhet, vagy pedig be kell utazzanak Debrecenbe többször is. Hát a mentő részére viszont ez egy az eddigi szállításoknak a megkétszereződését is fogja jelenteni, szerintem. Ugyanakkor nem egy elhanyagolható tényező az sem, hogy sok esetben ugye a szülést azt nem lehet pontosan másodpercre kiszámítani, hogy na mikor fog bekövetkezni, és előfordulhat az, hogy mire a mentő már beér Debrecenbe, a terhes megszülhet, akár a mentőben, akár otthon, mire már a mentő oda kiér. És ez pedig az intézeten kívüli szülések számának a növekedéséhez fog vezetni. A szülő otthon nem csak a szüléseket, kismamákat látja el, hanem ettől sokkal több ellátást is biztosít a hölgyek és nők számára. Velük mi történik? Hát a nőgyógyászati betegeink is arra fognak kényszerülni, hogy amennyiben olyan ellátásra van szükségük, amelyet mi eddig itt meg tudtunk oldani, gondolok itten elsősorban egészségügyi kaparásoknak az elvégzésére, amelyet már ugye a változás korához közeledő nőbetegeink esetében el szoktunk végezni, ha szükség van rá. Ezt akkor nem fogjuk tudni, vagyis hát nem itt fogjuk elvégezni, hanem be kell menjenek Debrecenbe. Ugyanakkor eddig, amit még itt el tudtunk végezni, az volt a vetéléseknek a befejezése, hogyha egy kisebb terhes itt elvetélt, azt itt el tudtuk látni, tehát szintén nem kellett tovább küldenünk. Annak idején egy évvel ezelőtt még terhesség megszakításokat is végeztünk, de sajnos azt most már az új abortusz törvény megjelenése után a Népjóléti Minisztériumi rendeletben előírt személyi tárgyi feltételek hiányában nem végezzük.
körülbelül ennyit tudnék ezzel kapcsolatban mondani. Ami a szülőtón további sorsát illeti, mi természetesen azt szeretnénk, hogy ne zárják be a szülőtont. Elsősorban azért is, mert ez az intézmény egy alapítvány intézményként jött létre 1924. októberében, tehát már több mint 70 éve egy folyamatosan működő intézmény. Átvészelt már vészes időket is, háborút is, sokkal nehezebb gazdasági körülményeket is, és mégis működtetni tudták ezt az intézményt. Nem hinném, hogy ez a pár milliós, évente pár milliós forintos költség, amiben a szülőtthonnak a működtetése kerül, ez oldaná meg az egészségügynek a gazdasági nehézségeit. Hadd kérdezzem már meg önöktől, hogy mi a személyes véleményük azzal kapcsolatban, hogy a szülőotthon október 1-től bezárásra kerül? Hát hallottunk erről a dologról, de nem tudjuk biztosan tényleg be fogják-e zárni. Ön hajdudaragi? Nem, tedei vagyok, hát ide tartozik tedei hajdunálláshoz. Én az első babát is itt szültem, és én nekem abból a szempontból az a véleményem jobb volt. Akkor is itt szülni, meg most is az a véleményem, hogy több időt tudnak ránk fordítani. Igaz, hogy kevesebben vagyunk, lehet, hogy ezért akarják bezárni, nem tudom, hogy kevés mondjuk a szülés, de viszont abból a szempontból megjobb, hogy figyelmesebbek hozzánk, és az orvost is azért csak ismerjük, közelebbről meg tudjuk ismerni, mint például Debrecenben elmegyünk, ott nagyon sokan vannak, meg nem is ismerjük őket úgy. A bizalom az inkább ide húz. És önnek mi a véleménye erről? Hát körülbelül az én véleményem is ugyanez. Én is ugye itt szültem az első gyermekemet. Többet figyelnek ránk, kérdeznek, nincs-e valami probléma. Orvosokhoz is tényleg nagyobb a bizalom. És például a CG főorvos urat nagyon kedvelem, szeretem, és én is itt szeretném persze szülni a másodikat is, a család is jobban ki tud ugye járni ide hozzánk. Ugye a fiam is ugye csak hiányol Debrecenben, meg az a beutazás anyagilag is többe kerül. Önöknek mi a véleménye arról, mint hozzátartozóknak, hogy október 1-jével bezárásra ítéltették a szülőotthon? Sajnáljuk nagyon, hogyha bezárják a szülőotthont, mert bemenni Debrecenbe vagy bárhol nagyon nehéz. Pláne akinek kocsia nincsen, üzemanyag drágába kerül, és nem tudjuk akkor látogatni, amikor mi akarnánk és szeretnénk. Az önök szempontjából milyen kilátások várhatóak október 1-től, ha valóban bezárásra kerül a szülőotthon? Hát azt hiszem, hogy nagyon szomorú lesz mindannyiunknak. Mi elsősorban mindig azt mondtuk, hogy a dolgozóknak, munkanélküliek számát 10-12 emberrel megnövelik, ez egy dolog, meg fogja emészteni a város. De a vonzat ennek sokkal, de sokkal több. A lakosságnak a pénztárcájából sokkal több pénzt fog ezt kivenni, mint a 12 munkanélkülinek a saját zsebéből. Nagyon sajnálnánk mindannyian. Én azt hiszem, hogyha a szülőotthon bezárásra kerülne, amiről itt beszéltek a lányok is, hogy sokkal otthoniasabb, családiasabb, hangulatosabb a maga az itt létük, az itt tartózkodásuk biztonsági érzetet, az, hogy mindig van körülöttük nővér, akár még percen, pillanaton szülésznőt elérhetik, a főorvos urat elérhetik, a babák fokozottan vannak megfigyelve, szívhangot hallgatunk naponta 3-szor, 4-szer, 5-szer, akinek úgy adódik. Úgyhogy én szerintem nagyon nagy kár lenne az ő véleményüket alátámasztva, hogyha ez az esélyük megszűnne, hogy itthon nálásban szülhessenek, és nálási születésű gyerekek bejegyezhetők legyenek. Tudna ön máshol dolgozni? Már érdeklődtem. Mindenféle létszámleépítés van. Nincs munkalehetőség itt Hajdunálláson. A bejárás meg nagyon körülményes. Én például egyedül nevelek 2 gyereket, szóval mindenképpen problémát jelent. A megélhetés, a gyerekek tovább tanulása függ tőle, meg a megélhetésünk egyáltalán. Éppen az első, még nekem első babám lesz, szóval nem tudom annyira a helyzetet, de az igaz, hogy sokkal kényelmesebb lesz itt, lenne itt megszülni, mint Debrecenben. És miért lenne kényelmesebb? Hát végül is csak itt hol vagyok, itthon vagyok, nem kellene beutazgatni, meg családnak is kényelmesebb lenne. Beutazást azt hogyan tudná például megoldani ön? Hát, stoppa.
stoppal ennyi, mert más nincs. Hát autóbusz, tehát autóbusszal, hogy nehézkes. Városunkban híre ment annak, hogy a szülőotthont október 1-jével be akarják zárni. Ennek az indítatására elindult egy aláírásgyűjtés, amit önök kezdeményeztek, ha értesüléseim nem csalnak. Valójában hogyan történt ez? Ez valójában úgy történt, hogy egy héttel ezelőtt bennünk is feljött az ötlet, hogy mi sem szeretnénk, hogyha bezárnák a szülőtont, és tegyünk is ez ellen valamit. Én az anyósom nevében, hogy ő tud fénymásoltatnom a nevében, kezdeményeztem, hogy megpróbálok papírt íratni, és mindenhova széjjel küldtük ezeket a papírokat, hogyha kit érdeklik, hogy minden érdeke az, hogy ne zárják be a szülőotthont, az írja alá, ki hogy fogadta, de elnézést, hogy közbeszólok, hol találhatóak ezek a papírok? Hát ezek a papírok az élelmiszerboltokban, az orvosi rendelőben, a gyógyszertárban, a várodákban, szóval ahol a legforgalmasabb. Tehát a nagy közönség, hogyha keresi, akkor minden további nélkül bármelyik élelmiszerboltban, vagy kifejezetten megvan az, hogy melyik élelmiszerboltokban írhatják alá? Igen, aki érdekli és még alá szeretné írni, az vagy ide is kijöhet, vagy ott nyugodtan alá tudja írni, és bízom benne, hogy összejön az a darabszám, amire szükség lesz ahhoz, hogy ne zárják be ezt a szülőotthont. Nagyon bíznak benne, sikerrel fognak járni, ön szerint? Mi nagyon bízom benne, mert szükség van rá. Önnek, mint közeli hozzátartozónak, mi a véleménye arról, hogy bezárattatik a szülőotthon? Hát nagyon sajnáljuk, szóval nagyon rossz lenne, ha bezárna, mert hát környéken szülőotthon nincs is, hát legközelebb Debrecenbe lehetne bejárni. Szóval hát bejárás is körülményes, üzemanyag drága, hát akkor hát azért szerintem egy városnak minimum egy szülőotthon az, ami szóval, hogy kell, mert hát azért elég sok kis falu meg község van itt a környéken, ami hát ide tartozik, és hát rengeteg embert érintene ez az eset. Gondolom, önök is hallottak már az aláírásgyűjtésről, gondolom alá is írták. Ön szerint sikerülni fog-e? Hát nagyon remélem, és nagyon bízunk benne, hogy sikerülni fog. Polgármester úr, városlakói az újságból értesülhettek arról, hogy ön július 29-én dr. Lépes Péterrel, a Népjóléti Minisztérium helyettes államtitkárával megbeszélést folytatott a szülőotthon bezárásával kapcsolatban. Ezen a tárgyaláson született-e szóban vagy írásban olyan megállapodás, amely pozitívan befolyásolhatná azt a tényt, hogy a szülőotthon kapui nyitva maradjanak? Ilyen megállapodás nem született. Ezen a megbeszélésen a helyettes államtitkáron kívül az egyik főosztályvezető helyettes, valamint a megyei és a helyi tisztiorvosi szolgálat vezető főorvosa vett részt. Tulajdonképpen azt a mulasztását pótolta a Népjóléti Minisztérium, ami abból adódott, hogy a hajdunállási és a hajdúböszörményi szülőotthon sorsával kapcsolatos egyeztető tárgyalást a minisztérium nem folytatta le. Gyakorlatilag ezt követően tisztázódott, hogy miért következett ez be, és ezután meghallgatta a helyettes államtitkár azt a véleményem, amit a városlakói úgy gondolom, hogy a helyi újságból is jól ismernek, és ami tulajdonképpen megerősítése volt azoknak a megnyilatkozásoknak, amit a megyei tiszti főorvosnak mondtam el a helyettes államtitkára való találkozást megelőzően 3 nappal. Címszavakban azt kell mondanom, hogy ezekben olyan megnyilatkozások szerepelnek, hogy nem látjuk biztosítottnak sem a hajdunánási, sem a hajdunási szülőotthonhoz kapcsolódó körzetből a hajdunási szülőotthon ellátási területét szolgáló területen élők ellátását.
és az az igazság, hogy hol keményebben, hol kevésbé keményen, de igyekeztem azt a befolyást elérni, hogy a Népjelöleti Minisztérium vizsgálja felül azt az álláspontját, miszerint a hajdanos és a hajdúböszörmény szülőotthon bezárásra ítéli. A helyettes államtitkár a találkozó végén azt a mondatot említette meg, amely egyfajta válasz is a kérdésére, hogy a Népjóléti Minisztérium nem minden áron kívánja a hajdonánosi szülőotthon bezárását. Én úgy tapasztaltam, hogy a főhatóságok részéről egymásra mutogatás esete forog fenn. A Népjóléti Minisztérium most a társadalombiztosítás oldalára és a helyi önkormányzat oldalára dobta a labdát. A társadalombiztosítás oldalára azért, mert az október 1-től esedékes, azt hiszem, hogy ez a városlakók számára ismeretes, hogy október 1-től a társadalombiztosítás új finanszírozási módot kíván bevezetni. Ennek a bevezetéséhez viszont a pénzügyi fedezetet a társadalombiztosítás adná. Ezért a minisztérium azt mondja, azért nem akarjuk a ti szülőotthonotokat, mert nem lesz megfelelő a társadalombiztosítási finanszírozás. Ezt követően azért került az önkormányzat oldalára labda, mert azt mondta, hogy egyébként keresünk olyan funkciókat a szülőotthonnak, kiegészítő funkciókat, amely társadalombiztosítás által finanszírozott, és esetben, ebben az esetben talán megmenthető. Nem titok, hogy ezt követően a rendelőintézet főorvosával és a szülőotthon igazgató főorvosával elkezdődött egy válságtanácskozás, mit lehet csinálni. Erről, ennek konkrét elemeiről én azt gondolom, hogy korai lenne még bármit is elárulni. A célja mindenképpen az, hogy ha maradvány létszámban is, mármint hogy ágy létszámban, akkor is ennek a szülőotthonnak a fennmaradását tudjam szorgalmazni. Éppen holnap, amikor, most milyen nap van? Ha most szerda van, akkor csütörtökön, tehát az adást megelőző hét csütörtökén ismét egyeztetésre kerül sor a megyei tisztőorvosi szolgálatnál. Ennek a jegyzőkönyve kerül el a Népjóléti Minisztériumba, és úgy gondolom, hogy augusztus közepén ismételten a helyettes államtitkárral egy találkozót fogok kezdeményezni. Eközben a helyi országgyűlési képviselőt is megkértem arra, hogy a társadalombiztosítási főigazgató helyettessel, Illés Bélával is egy hasonló találkozóra kerüljön sor. Elsődlegesen azért, mert a társadalombiztosítást is szeretném arról meggyőzni, hogy abban az esetben, ha ők kivonulnak hajdunánásról, akkor úgy gondolom, hogy nem hangzatosan, de viszont lépésként mindenképpen várható, hogy az önkormányzat is kivonul az egészségügy nem kötelező finanszírozási vonaláról. Azt a városlakói nagyon jól tudják, hogy mi 5 év alatt közel 4 millió forinttal támogattuk például a mentőszolgálatot. Ennek hiánya úgy gondolom, hogy jelentős. Elnézést, hogy közbeszakítom, polgármester úr, ön személyesen mit vár a tárgyalások eredményességéről? Hát, az első megdöbbenésem az volt, amikor a helyettes államtitkár azt közölte velem, hogy országos szülészeti és nőgyógyászati tanács szakmai ajánlása szerint a szülőotthonok megszüntetésre ítéltettek. Én ekkor azt mondtam, hogy igaz, hogy mi a Tiszán túlon vagyunk, de az én megítélésem szerint a Lajtán túl nem egészen úgy gondolják, hogy embergyárakat kell Magyarországon létrehozni. Talán azt hiszem, hogy az államtitkárt is meglepte, amikor tényszerűen közöltem, hogy a debreceni Kenézi kórházba tudomásom van arról, hogy betegágyon szülesztenek. A tanácskozáson résztvevő főosztályvezető helyettes ezt megdöbbenve tapasztalta, hisz állítása szerint a debreceni Kenézi kórház 65%-os ágykihasználtsággal megy. Azt tudni kell, hogy én a magam részéről úgy ítélem meg, hogy a minisztériumban is meglehetősen káosz van annak megítélését illetően, hogy most gazdasági okai vannak a megszüntetésnek, vagy szakmai.
ugyanis ha rákérdeztem, hogy most szakmai kifogás van-e, akkor azt mondták, hogy ez nincs és nem is lehet, mert ők a hajdonási kollégák munkáját nem tudnak olyat mondani, ami a szakmai munkájuk megítélését kedvezőtlenül befolyásolná. Mikor megkérdeztem, hogy anyagi okai vannak, akkor azt mondták, hogy igen. Amikor elkezdtünk együtt számolni, akkor újabb verzió következett, hogy de a koncentráció, de az ellátás színvonala, mert hogy ezen a társadalombiztosítás túlságosan sokat megtakarítani nem tud. Ha nagyon leegyszerűsítem, és a nézők számára érthetővé akarom tenni, akkor arról folyik most a vita, hogy a hajdonállási szülőotthonban csak kizárólag természetes szülés történhetne, és ebben az esetben olyan alacsony lenne a társadalombiztosítási finanszírozás, hogy ehhez a városnak a költségvetéséből több mint 10 millió forintot kellene biztosítani. Megtudtam, hogy a belügyminisztérium mostani számításai szerint 9%-kal több lesz a normatív támogatása a városnak, előzetes számítások szerint. Ha 25%-os vagy 30%-os inflációt számolom, akkor 21%-kal kevesebb lesz jövőre a városnak a bevétele, mint ami 1995-ben volt. Ha ebből én 10 millió forintot egy szakmailag kétségbe vont szükségletű intézményre biztosítunk, akkor azt kell mondanom, hogy már is látszik, hogy szinte kilátástalan a helyzet. Szeretettel köszöntöm Maxim István urat, a Debreceni Távközlési Centrum vezetőjét. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy milyen tájékoztatással tud szolgálni azon ügyfeleknek, akik városunkban visszakapták az általuk befizetett pénzösszeget. Két dolgot tudok elmondani a várakozókkal kapcsolatban. Tudom, hogy Hajdunálláson, úgy a helyi újságban, illetve a Debreceni Naplóban, sőt a városi televízióban is jelentek meg nyilatkozatok a várakozókkal, illetve a Hajdutellel szerződés kötött várakozókkal kapcsolatban. Ami ebből a matávot érinti, és ami a matával kapcsolatos része, az a következő. A 12/91-es kormányrendelet szerint az összes általunk regisztrált, illetve hozzánk beérkezett várakozó igény nyilvántartásba kell vennünk, és ennek a sorolási rendnek megfelelően kell az állomás létesítéseket teljesíteni. Ez vonatkozik azokra a várakozókra is, Hajdunálláson is, akik nem a Hajdutelen keresztül, hanem közvetlenül hozzánk az elmúlt időszakban vagy napjainkban adnak be várakozó igényt. Vonatkozik azokra a várakozókra is, akik a Hajdutellel esetlegesen szerződést kötöttek, és most a napokban visszakapták, vagy az elmúlt időszakban visszakapták a befizetett összeget. Ami lényeges, és egy-két nyilatkozatban félreérthető környezetben jelent meg, azzal kapcsolatban, hogy a visszafizetés körülményeire való tekintettel várakozó igényeket törlünk a nyilvántartásból, vagy nem, egyértelműen nem törlünk a nyilvántartásból várakozó igényeket, hiszen csak az ügyfél rendelkezhet arról, hogy a várakozó igényét törölhetjük a nyilvántartásból, kivéve természetesen azt az esetet, ha bekapcsoltuk az állomást. A másik dolog, ami lényeges, és úgy érzem, hogy fontos tudnia minden egyes várakozónak Hajdunálláson, hogy jelenleg 933 várakozó igényt tartunk nyilván, ennek egy része a hajduteles szerződés kapcsán nyilvántartásunkba került várakozói igény, egész pontosan 364 előfizetői igény, melyet hivatalosan tavaly novemberben a Hajduteltől, idén megerősítve és a befizetési dátumokat is hozzárendelve a polgármesteri hivataltól megkaptunk. Ennek megfelelően a sorolások elkészülnek, és az összes várakozót tájékoztatni fogjuk arról, hogy az adott környezetben hanyadik várakozó, és arról is tájékoztatjuk, ami végül is nem túl kedvező hír, de 1996 végéig tudjuk teljesíteni az állomás bekapcsolásokat Hajdunálláson. Hajdunálláson vendége Lakos László földművelős ügyi miniszter. A mai programjukban szerepelt határjárás. Szeretném megkérdezni, hogy milyennek látta Hajdunálláson mezőgazdaságát? Jónak, kedvezőnek, örömbéig nézni ezt a határt. Igaz, hogy én az öntöző telepet néztem meg a szántóföldi kultúrák között, és
Az elmúlt évek aszálya sok elszáradt, lesárgult növény után nagyon kedvező látvány volt, és öntözött körülmények között persze ez elkerülhető, de nagy öröm, hogy volt pénzük és szándékuk arra, hogy függetlenítsék magukat az időjárásról. Voltam a sertéstelepen és a szarvasmarha telepen is. Megnyugtató, hogy mind a két telep rendezett, az állatok egészségi állapota, fejlettsége jó, és az is megnyugtató, hogy mind a két ágazat nyereségesen működik. A gazdaság vezetőinek és a dolgozóinak nagy tervei vannak, további fejlesztési tervei vannak, és ez is nagy öröm, mert ez lehet a mezőgazdaság fejlődésének a motorja. A határjárást követően találkozott itt a mezőgazdasági termelőkkel, termelőszövetkezetek vezetőivel. Az általuk felvetett problémák, kérdések mennyire orvosolhatók ön szerint? Ennek a megbeszélésnek pont az volt a lényege, hogy a jövő évi szabályozás előtt, az őszi törvénykezési csomag előtt beszéljünk a gondjaikról. Sajnos azt kell mondanom, hogy minden gondjuk nem orvosolható, de pontosan azért kell velük egyeztetni, azért kell megbeszélni, hogy melyek a legsürgősebbek, melyek a legfontosabbak. Biztos, hogy kevés pénz áll majd rendelkezésünkre, és az is biztos, hogy nagy a felelősségünk, hogy ezt a pénzt mire fordítsuk, és ezek a találkozók arra jók, hogy az ő véleményüket is beépítsük, hogy mire adjunk elsősorban pénzt. A szövetkezeti üzletrészek megoldására, fejlesztésekre, az öntözésre, vagy egyéb másra. Sajnos tudni kell, hogy mindenre bőségesen nem lesz pénz, nagyon szűkös lesz a keretünk ebben jövő évben is. A sajtó sokat foglalkozik a mezőgazdasági kistermelők 1 millió forintos adókedvezményének megoldásával, nyírbálásával. Önnek mi erről a véleménye, mint földművelősügyi miniszternek? Szó sincs arról, nem csak mint földművelésügyi miniszter mondhatom, hiszen tegnap tárgyaltam a pénzügyminisztérium illetékeseivel is. Szó sincs arról, hogy ezt a kedvezményt meg akarjuk vonni. Arról viszont szó van, hogy ez a kedvezmény lehetővé teszi sokak számára, egyes csoportok számára, hogy visszaéljenek. A számla nélküli forgalmazással, az adózás megkerülésével és egyebekkel ennek a lehetőségét szeretnénk szűkíteni. A július hónapban történt bűnesetekről Reszegi László alezredes úr fog tájékoztatni bennünket. Üdvözlöm a helyi tévé nézőit, és köszönettel veszem, hogy lehetőség nyílik most már arról, hogy a városban, élőadásban képet tudjunk formálni havonta vagy negyedévenként területünkön elkövetett bűncselekményekről, és a későbbiek folyamán pedig olyan segítséget adni a lakosnáknak, amivel a bűncselekmények megelőzésére tudjuk őket felkérni. 1995. június 30-ával zártuk az 1995 első fél évét. Röviden egy pár szóval elmondhatjuk, hogy az 1994 első fél évhez viszonyítva az ismerté vált bűncselekmények 38%-kal emelkedtek, ami azt jelenti, hogy abszolút számukba kifejezve 286-ról 390-re emelkedett. Ezzel szemben 1995 első fél évében, illetve július hónapjában örömmel nyugtázhatjuk azt, hogy sorozat jellegű bűncselekmények az előző év hasonló időszakához viszonyítva nem fordultak elő. A személy elleni bűncselekmények kategóriájában is a rablások száma jelentősen csökkent, mindössze egy következett be, nem Hajdunánáson, hanem Polgár területén. 1995. július hónapban több betöréses lopás történt területünkön. Említésre méltónak tartom a Hajdunás fürdő területén, a Béke TS kezelésében korábban lévő egységnek a feltörését, onnan több ezer forint értékű italt, csokoládét tulajdonítottak el. Aztán az elmúlt hét folyamán Hajdunánás belterületén, a Bocskai úton, a Hunyadi utcán és az Ady Endre körúton lévő lépcsőházak alaksorából, vagy a pince helyiségéből kerékpárokat,
egyéb használati tárgyakat tulajdonítottak el. Ebben az ügyben a nyomozás még folyamatban van. A béketéjesérelmé, illetve béke termelőszövetkezet kezelésében, korábban lévő egységben sérelmére elkövetett bűncselekményben a nyomozást befejeztük, vádemelési javaslattal a Hajdúbeszélyi Városi Ügyészséghez megküldtük. Az elmúlt hetekben több állatlopás történt területünkön, beleértve a kis és a nagy állatok eltulajdonítását. Többször jelent már meg a helyi sajtóban figyelemfelhívó cikk a vonatkozásban, hogy a jószágokat ne hagyjuk kint éjszakára őrizetlenül, kipányvázva, sem a őrizetlenül hagyott anyákban, sem pedig a réti részeken. Nagyon nagy szerencséje volt annak az állattartónak, akitől június hónap végén eltulajdonítottak 410 darab libát, és a feljelentéstől körülbelül, illetve az észleléstől 10 nap telt el, sikerült a 410 darab libának az elkövetőjét felderíteni, így a több mint 230 ezer forint kár a tulajdonos részére megtérült. A lezeredes urat többi esetekben is megvannak a bűnelkövetők? Mondhatom úgy, hogy a felderítési eredményességünk 71% fölött van, ami azt jelenti, hogy 100 ügyből 71-nek az elkövetői felderítést nyer, ami a 8 kapitányság között a megyében, a rangsorozásban, a felderítési eredményesség vonatkozásában első helyen áll. Hát évekre visszamenőleg elmondható a hajdulánási rendőrkapitányságról, hogy a 158 kapitányság közül, ami az országban jelenleg működik, a hajdulánási rendőrkapitányság mindig a felderítési eredményességben az első helyen áll. Tudom azt, hogy mindenkinek az a sérelmes értéktől függetlenül, hogy ha sérelmére bűncselekményt követnek el, legyen az egy kerékpár, legyen az nagyobb érték, kisebb érték. Minden esetben arra törekszünk, hogy a felderítés eredményes legyen, tehát a sértett részére a kár megtérüljön. Július 3-ától július 8-áig a Móriczpál Városi Könyvtár 14 gyerek részére szervezett egy tábort. Rigó Tamásnét kérdezem, hogyan került sor a tábor megrendezésére? A tavasz folyamán elkezdtünk azon gondolkodni, hogy kellene a gyerekeknek valamilyen kis nyári elfoglaltságot találni itt a könyvtáron belül, és hát úgy gondoltunk, hogy egy ilyen honismereti irodalmi tábort szervezünk. Ennek az anyagi fedezetét megteremtendő, nézegettük a pályázati lehetőségeket, és így adódott egy pályázat a Művészeti és Szabad Művelődési Alapítványnál, ahol kifejezetten ilyen jellegű foglalkozásokra, táborokra lehetett pályázni. Az az igazság, hogy a pályázat elbírálása nagyon későre tolódott ki, így aztán a tanév vége előtt 2 nappal tudtuk azt meg, hogy nyertünk a pályázaton. Ezért is volt az, hogy végül is 14 gyerekkel, mert mi több gyerekkel szerettük volna ezt megszervezni, de hát végül is 14 gyerek jött össze. A tábor folyamán foglalkoztunk a nánásiak egyik ősi foglalkozásával, a pásztorélettel. Móriczpál novelláiból olvastak fel, dolgozták fel Móriczpál életét. Látogatást tettünk Vitéz néninél, illetve eljött egy délután, itt foglalkozást tartott a gyerekeknek, csutkababa készítés, játékkészítés, szalmafonást tanított. Voltunk kint a Csolta legelőn, és egy nap elmentünk Böszörménybe a Hajdúsági Múzeumba, ahol én azt hiszem igen nagy élménnyel telve jöttek haza a gyerekek, és hát a mai napon szombaton pedig egy befejező kis bemutatót tartottak tulajdonképpen a gyerekek egy Móriczpál novella feldolgozásával. Lesz-e folytatása a tábornak? Hát, ha az anyagiak összejönnek, mert tulajdonképpen egyedüli feltételem, mert rajtunk nem múlik, tehát mi a helyet, az energiát és a,
az embereket tudjuk adni, amennyiben anyagi forrásokat tudunk találni a jövőben is, akkor mindenféleképpen. Köszönöm. Most a legilletékesebbeket, a táborban részvevő gyerekeket kérdezem. Mi tetszett legjobban neked ez alatt, az egy hét alatt? Hát nekem a csord a legelő tetszett, és a gémeskút, meg amikor a teheneknél voltunk, és ott próbáltunk a karikással cselgetni, csak nem is sikerült senkinek. Igen, majd ha nagyobbak lesznek, lesztek talán. Szeretnél jönni legközelebb is, ha lesz ilyen tábor? Szeretnék persze jönni. Olá Viktor vagyok. És neked mi tetszett legjobban? Nekem legjobban azt tetszett, amikor Böszörménybe látogattunk el, megnéztük a levéltárat és a múzeumot, és még az is nagyon tetszett, amikor ezt a Móricz Pál novellát dolgoztuk fel, amit nemrég adtunk elő. Mutatkozzál be, légy. Vitoff Roland vagyok. És neked mi tetszett legjobban? Nekem azt tetszett legjobban, amikor elmentünk Vitéz mamához, a számafonóhoz, és bemutatta, hogy kell különböző tárgyakat megfonni. És utána csináltunk ilyen dolgokat, amit bemutatott Vitéz mama, és csináltunk ilyeneket, és még sok mindent. Igen, és látok a öletben egy szűrátét motívumot. Ezt is ti készítettétek? Igen. Délutánként ezen szorgoskodtunk, hogy a kiállításon majd megnézhessék a szülők. Szeretnél jönni jövőre is, ha lesz ilyen tábor? Igen, és jönni is fogok. Mutatkozzál meg. Dálos Nagy Éva vagyok. És neked mi tetszett a táborban? Nekem legjobban azt tetszett, amikor a fiúk Máró Lajos bácsihoz mentek riportot készíteni, aki számadó volt, gulyás és csikós is. Sok érdekes dolgot tudtunk meg a ifjúkoráról, meg hogy a pásztorok a pusztán hogyan terelték a nyájat. Szeretnél eljönni legközelebb is, ha lesz ilyen tábor? Igen. Mutatkozzál belé. Szabó Endre a nevem. Hajdúnánási Művelődési Központban július 18-ától szabadidős tábort szerveztek a gyerekek részére. Szeretném megkérdezni a táborlakókat, hogy miket is csináltatok itt. Elmentünk a fürdőbe, a tájházba. Papírtajtogattunk, gyöngyöt fűztünk. Kovács bácsihoz is elmentünk. És még miket csináltatok? Csináltuk ezeket a házakat, palotát. Én Marci voltam. Eljátszottuk a mesét. És mi volt a mese címe? Marci a becsületes tolvaj. Tolvaj Marci. És miket csináltatok még? Játszottunk az udvaron. Józsi bácsinál Kovácshoz. Értem. Ezeket a bábokat mikor készítettétek? A hét elején kezdtük el. Értem. És hogy tetszett neked ez a mese? Te voltál a becsületes Marci. Igen. Nekem tetszett. És jövőre is jönnél egy ilyen táborba? Jönnék, ha lenne. És te? Jönnél, ha lenne ilyen táborba? Igen. Igen, jól érezted magad ezek szerint. Mutatkozzál belé. Csisza Renáta vagyok. És a becsületes Marci másik neve? Belén Zoltán. A tábor vezetője Salbő Laura volt, a művelődési ház munkatársa. Neked hogy tetszett a tábor? Hát én személy szerint nagyon élveztem a tábort, és annak örülök a legjobban, hogy a gyerekek élvezték leginkább a játékokat, a személyek készítését, a szereplők készítését, és a színhelyek elkészítését. És megpróbáltuk kibővíteni azokkal a programokkal, amelyeket a gyerekek az előbb elmondtak. Lesz-e ilyen tábor a
jövő évben is, és a későbbiekben? Hát nagyon reméljük, hogy lesz jövőre is ilyen tábor, különösen azért, mert ez a tábor talán az egyik legolcsóbb a mai világban, hiszen a gyerekeknek csak az ebédért kellett fizetni, illetve még annyi segítséget kértünk a szülőktől, hogyha a strandra mentünk, illetve ha valamilyen helyen szükség volt pénzre, akkor azt otthonról hozták a gyerekek, és az eszközök, ben is ők segítettek. Tehát ők hozták a flakonoktól kezdve a dobozokig mindenféle eszközt. A nyár nem csak a gondtalan pihenés szórakozási időszaka. A meleg, a kánikula miatt számtalan veszélynek vagyunk kitéve. Többek közt a szalmonella fertőzésnek. Hogyan kerülhetjük el a fertőzést, illetve ha megbetegszünk, mi a tennivaló? Erről beszél dr. Hagymási József főorvos úr, az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat megbízott vezetője. Tudnunk kell, hogy a szalmonella családnak több mint 2500 faja ismeretes. Ezek között van olyan, amelyik kifejezetten az emberre veszélyes, van olyan, amely emberre és állatra, és van olyan csoport, amely állati megbetegedés, de megkaphatja az ember is. Az első két csoportról csak annyit, hogy bizonyára sokan ismerik, különösen az első csoportot, amely nem más, mint a hastifusznak a kórokozója, a Salmonella typhi tartozik ide. De talán lényegesebb a harmadik csoport, amely jelentőségében az elmúlt időszakban egyre fokozódik. Ezen a csoportokban tartozó szalmonellák tulajdonképpen az állatokhoz tartoznak, az állatok főleg végbeleibe élősködnek, és ezt megkaphatja az ember, amely folytán különösen a kisgyermekekre, csecsemőkre, illetve az idősebbekre súlyos helyzetet is teremthet, előfordul, hogy halállal végződhet ez a fertőzés. A középső korosztály, amennyiben megkapja, úgy azoknál is kiválthat súlyos megbetegedést. Itt azonban el kell mondanom, hogy halálos megbetegedés igen ritka. Nézzük meg közelebbről ezeket a kórokozókat. Ide tartozó csoportban is több ismeretes van. Hát ezek közül néhányat hagy említsek meg, Salmonella typhi murinum, amely az elmúlt években volt jelentős Salmonella infantum, de azt hiszem ezeket nem kell ismerni az átlagpolgárnak, úgy ismeri az egész csoportot, mint a Salmonella csoportját. A szalmonellózis, ahogy mondottam, elsősorban állati megbetegedés, azonban az állatokról nagyon könnyen ráterjed az emberre. A élelmiszerekkel, étellel, itallal tud terjedni. Ha élelmiszerekkel, különösen a házi állatoknál, ha fertőzött mondjuk a házi állat, így a csirke, kacsa, abban az esetben nagyon könnyen a húsra is ráterjedhet, és amennyiben rajta van a húson a szalmonella, hiába tesszük hűtőbe, az nem fog elpusztulni, hanem csak a szaporodása lassul le, és van még egy nagyon nagy veszélye, hogyha nem csomagoljuk be a húst, abban az esetben ez a szalmonella a hűtőbe elkenődik, és ott tovább él, és más élelmiszerekre könnyen rákerülhet, odaértetve a más élelmiszereket. Különösen veszélyes akkor, ha közvetlen fogyasztásra kerülő élelmiszerekkel érintkezik. Hát itt gondoljunk csak például, hogy ilyen hús után beteszünk tortát a hűtőszekrénybe, ez könnyen elszaporodik ebbe a szalmonella. Tehát az egyik dolog, hogy hűtéskor be kell csomagolni az élelmiszert, különösen azokat, amelyeknél feltételezhető, hogy szalmonella van. Ez előfordul sertéseknél is, ezért a sertéshús is, húsnál is kell számolnunk, hogy esetleg szalmonella van, és úgy kell kezelnünk. Hála Istennek ez a szalmonella rendkívül érzékeny, és hőre,
forralása, főzése elpusztítható. Tehát a megelőzés is, az élelmiszereket jó fel kell sütni, meg kell főzni. Most előfordulhat, hogy valaki megkapta a szalmonellát, és már hát kisebb, de hasmenése van. Ilyenkor azt tudnám tanácsolni, hogy orvoshoz kell fordulni. Előfordult olyan tapasztalat is, hogy mi kimentek a strandra, ilyenkor az egész vizet el lehet fertőzni, és hát köztudomású, hogy gyerekek ott úszkálva, pocsolva, szájukba is kerül víz, és ilyenkor megbetegítheti a gyereket. Tehát az elkerülése az, hogy egyrészt a hűtőben megfelelő rendbe és csomagoltan rakjuk az élelmiszereket. Az élelmiszereket jó át kell sütni, illetve fel kell főzni. És mint ahogy az elején mondottam, hogy általában az állatok végbelében van, ezért a tojás is veszélyes, és a tojást fertőtleníteni kell. A fertőtlenítés az úgy történik, hogy csak erre a célra használt esetleges odahaza lavarban 2%-os hipooldatba 10-15 percig benne tartjuk a tojást. Ez azt jelenti a 2%-os hipós oldat, hogy 10 liter vízre 2 deciliter hipót töltünk. Na most még egy valamire szeretném felhívni a figyelmet, hogy tojást hűtőszekrénybe betéve előtte nem mossuk meg, mert a szalmonella terjedésének, illetve a szalmonella szaporodásának nagyon jó jön a víz, a vizes közeg, ezért nem mossuk meg, csak közvetlen felhasználás előtt fertőtlenítsük. Előző adásunkban a napozásról, a napozó és fényvédőszerekről beszélt Szabó Maja kozmetikus. Ma a sminkről lesz szó. Mi a tennivaló abban az esetben, ha valaki a fényvédőszerek ellenére leég? A napozás után piros, égő érzés érzünk a bőr felszínen, húzódik, esetleg viszket, le kell zuhanyozni alacsony pH-jú tusfürdővel, ez 5,5-től ne legyen magasabb ez a pH érték. Ezt követően bekenni a bőrt pantenol, aloe vera, kamilla tartalmú napozás utáni barzsammal, sprével. Ha a bőrfelszín hólyagos, illetve fejfájást, hányingert érzünk, akkor mindenképp forduljunk orvoshoz. Ilyen jellegű leégés után, amikor hólyagos a bőrfelszín, sokszor tapasztalhatjuk, hogy kialakul szeplő szinte az egész területen, ahol leégett hólyagosan a bőr. Ez sajnos nem fog elmúlni, ezért mindenképp akadályozzuk meg a leégést. A leégést és egyéb bőrhibákat sminkkel korrigálhatjuk. Melyek a idei nyár divat színei? Sminkkel nem korrigálhatjuk, mert a leégett bőrfelszínre természetellenes anyagot nem viszünk fel, csak természetes anyagokat. Esetleg, ha a bőr, az arcbőr enyhén piros csak, akkor használhatunk hidratáló alapozót, ami hidratáló krém plusz színező anyagot tartalmaz. Egy kicsit hidratálja is a bőrfelszínt. Az idei nyári divatszín a sminkben is a pasztelszín, pasztelszínek, ezek a rózsaszín, a türkiszkék, az almazöld, a halványsárga színek. A nők egy részének gondot okoz, hogy milyen alapozót, szemceruzát, rúst vásároljon, használjon. Mi legyen a választásnál a fő szempont? Nem mindig a divat a meghatározó. Harmonizáljon a körömlakkal, a smink, a ruhánkkal, az alkalommal, az egyéniséggel. Ha valaki egy délutáni összejövetelre készül, akkor aranyszint semmiképpen ne használjon, mert ez estére illik. A sminkszerek vásárlásánál törekedjünk a jó minőségre. Ma már a jó minőségi kozmetikumok már ápolják is a bőrt, nem csak színezik. Az alapozóról szeretnék először beszélni. Nagyon fontos, hogy bőrtípusnak megfelelő alapozót használjunk. A száraz bőrűeknél a hidratáló alapozók, amelyek általában folyékonyak,
Ezek hidratáló krémet tartalmaznak, és ez van színezve. Ezek hidratálják is a bőr felszín, nem szárítanak. A zsíros bőrűek inkább használjanak zsíros anyagtól mentes, feltűtlenítő, illetve gyulladás csökkentőt tartalmazzanak ezek az alapozók, meg inkább vizesek legyenek, ne zsírosak mindenképp. Zsíros bőrnél is lehet, hisz itt még sokszor jobban kell fedni az arcot, mint egy száraz bőrűnél. A porpúdert annak ajánlanám, ezt ecsettel kell felvinni, aki nyáron főleg, aki izadékony, felszívja a porpúder a fényt az alcról, úgy a zsírt is, illetve a vizet és az izadságot. A rúzs, amit legtöbb nő használ, még aki nem is sminkeli magát rúzst fölkeni, fontos, hogy a modern rúzsok hidratálnak is, ápolják már az alkakat, nem csak színezik. A zöld szemű, barna szemű hölgyeknek inkább a barnás, narancsos árnyalatokat ajánlanám, míg a kék szeműeknek a rózsaszín árnyalatait. Ezek a rúzsok már hidratáló rúzsok. A ceruza, a szemceruzáról néhány szót. Ha vásárolunk boltba, mindenképp próbáljuk ki. Ha végighúzzuk a kézfejen, és nagyon nehezen fog, az azt jelenti, hogy kemény a ceruza, szemnél sem igazán lesz, nem jó lesz használni. Ha pedig végighúzok és mázolódik, az azt jelenti, hogy nagyon zsíros. Az a jó, hogyha végighúzok és nem is zsíros, de nem is nehezen fog. A szemceruza használata kiemeli a szemformáját. Ezért ajánlanám a használatát. Mi kapjon nagyobb hangsúlyt a sminknél? A szem vagy a száj? Mire törekedjünk, hogy szép legyen a sminkünk? Mindig arra, ami szép, ami tökéletes az arcon. Ha valakinek nagyon szép formájú szája van, akkor ezt erre sötétebb árnyalatokat is felvihet, mármint rúst. De ha valakinek az ajka nagyon keskeny, akkor semmiképp ne használjon egy piros rúst mondjuk, hanem akkor inkább a szemet hangsúlyozza. A napokban lehetett olvasni a parlagfirtással kapcsolatban egy felhívást. Na már most itt területek ön az illetékes, és szeretnénk megtudni, hogyan reagált erre a város. Tapasztalható volt-e valamilyen irányú támogatás ezzel kapcsolatban, és jelenleg hol tart most ez a dolog? A felhívásról tudok, és az a helyzet, hogy a lakosság nem aktív általában az ilyen közérdeket érintő felhívással kapcsolatban. Rendkívül nagy az emberek leterheltsége, ezért nem tekintenek akkora jelentőséget a parlagfűnek, mivel nem is ismerik eléggé ezt a növényt, és nem ismerik a károsító, az egészségre károsító hatását sem eléggé. Ez a véleményem. Talán jobban meg kellene ismertetni, hogy milyen káros hatása van a szervezetre, és milyen károsító hatást fejt ki tulajdonképpen a növény. Ezért ennek érdekében is tenni kellene, hogy megismerjék a hatását, és talán akkor jobban be lehetne vonni az embereket a parlagfű írtásába. Milyen szisztémával, milyen szervezettséggel működik itt a parlagfű írtásnál? Ez ideig mi történt, hogy mit tudtak tenni ennek érdekében? Hát az a helyzet, hogy a napi munkánk során a kaszálások alkalmával, minden kaszáláskor a füvek közt, ami kerül, azokat leszoktuk kaszálni, és minden alkalomkor, azaz 2-3 hetente kerül rá egy helyre kaszálás, és akkor azokat letakarítjuk. Csak az a baj, hogy hát kevesen vagyunk erre a munkára, és az egész város nem tudjuk bejárni, sajnos. ...1995 a föld éve. Mi emberek annyi mindent tartunk fontosnak, annyiféle eszközzel harcolunk az általunk fontosnak tartott célok eléréséért, hogy valóban megdöbbentő, hogy a Barcsa János Általános Iskolában, ahol mi most vagyunk, gyerekek egy pedagógus segítségével természetvédelmi szakkört hoztak létre. Máró Ferencnét kérdezem, mi motiválta ennek a szakkörnek a létrejöttét? Biológia földrajzszakos tanár vagyok, nagyon szeretem a természetet, és az iskola vezetés segítségével lehetőség nyílt arra, hogy ezt a szakkört létrehozzuk. Ti vagytok az ifjú természetvédők. Hányan is vagytok? Pongó Renáta vagyok, és 18-an vagyunk. Egy éves múltál mögöttetek.
Mi mindent csináltatok eddig? Kalapos Ferenc vagyok. Legelőször a téli madárvédelmet tanulmányoztuk, ahol a madarak életét néztük meg. Rutko Anna vagyok, és aztán később pedig növényeket és zuzmókat gyűjtöttünk. Tati Sándor vagyok, és azután a fürdőbe látogattunk, ahol új madarakat tanulmányoztunk. Nagyon szép mindez, amit elmondtatok. Mi volt a legjobb? Mi a legkellemesebb élményetek a munkátokkal kapcsolatban? A légedben szeretünk legjobban dolgozni. Kapáltunk, gerebéltünk, metszettünk. Mi volt ebben a jó? Ez munkának tűnik nekem. Mit csináltatok aztán? Szerintem az volt benne jó, hogy mikor befejeztük a munkát, utána játszhattunk. Aha. Mit tartasz a legnagyobb vállalkozásotoknak? Mit szeretnétek leginkább elérni ebben a városban? A ligetet szeretnénk védetté nyilvánítani, és reméljük, hogy sikerül a város lakosságát megnyerni ennek érdekében. Mennyiben tartod városinak, és mennyiben tartod iskolainak azt az ügyet, aminek a szolgálatába ti szegődtetek? Iskola ügy annyiban, hogy mi gyerekek tudjuk tanulmányozni a környezetünket, és városi szempontból a múlt emlékének a megőrzése érdekében tartottuk fontosnak. És miben segíthetünk mi hajdunánási lakosok a munkátokban? Felhívással szeretnénk fordulni a város lakosságához, hogy segítsenek bennünket a társadalmi munka elvégzésében. És mit vártok a hajdunánási emberektől? Hogyan viselkedjünk? Kovács Jende vagyok, és azt szeretnénk, hogyha kijönnek, ne szemeteljenek. Ne szemeteljenek, és inkább szedjék össze, amit eldobálnak. És ne rongálják a természetet, a munkánkat. Mikor kim vagyunk a légedbe, akkor segítsék munkánkat, és ne gátolják. Ma már egy-egy tartós fogyasztási cikk ára több tízezer forint. A legjobb választás ellenére is előfordulhat, hogy reklamációnk problémánk van. Az Elba kereskedelmi BT két munkatársával, Bata Sándor úrral és Éles Tibor úrral beszélgetünk arról, hogyan működik a garancia az önök üzletében. Minden esetben, mikor a vásárló megveszi a készüléket, tartós fogyasztási cikket, átadjuk a garanciajegyet, amilyen feltüntetjük a garanciaidőt. Minden esetben egy év a garanciaidőt minden tartós fogyasztási cikknél. Hűtők-fagyasztókra 2 év garancia van. A Zanussi Lehel termékeket forgalmazunk, és Whirlpool termékeket. A Zanussi termékek, ha meghibásodás esetén házhoz kijönnek minden héten pénteken a Hekva Service szervizelé, amit nálunk kell bejelenteni. A Whirlpool termékek, aminek nagyon jó szervizháttérre rendelkezik, 24 órán belül, egyeztetéssel pedig 48 órán belül kijönnek házhoz. Az eddigi tapasztalat során volt-e olyan reklamáció, amit esetleg nem tudtak orvosolni? Hát eddig nem volt olyan reklamáció, amit ne tudtunk volna orvosolni, mivel igyekszünk olyan termékeket, olyan árukat forgalmazni, ami a nemzetközi elvárásoknak is megfelel, és a vásárlók tapasztalatai is azt mutatják, hogy jó minőségűek ezek az áruk, amiket forgalmazunk, és igyekszünk ezeknek az elvárásoknak eleget tenni. Reklamációnk nem csak egy műszaki cikknél lehet egy ruhánál, ami első mosás után elveszti a színét esetleg, vagy elkezd fesleni. Erről a dologról beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Kiskegyed, nem csak nőknek butik tulajdonosával. Mit kell tennünk ebben az esetben? Ebben az esetben azt tudom tenni, hogy elveszem a ruhát az illetőtől, és visszaviszem. Ha nagykereskedelmi cégtől hoztam, akkor a nagykereskedelmi cégnek viszem vissza, hogyha a készítőtől hoztam az árut, akkor a készítőhöz, és az mindenféleképpen korrigálni fogja a helyzetet. Hogyha tehát helyesen járt el az illető a mosásnál, akkor biztos, hogy ki fogja cserélni az árut. Vagy hogyha nem kéri az illető az áru kicserélését, akkor pedig visszaadjuk az árát. Köszönöm szépen. Történt-e már ilyen dolog, hogy reklamáció volt?
Hát szerencsére nem történt még, mert általában jó minőségű árut hozunk. Leggyakrabban egy-egy cipővásárlás után lépnek fel reklamációs problémák. Hogyan is történik egy-egy reklamációnak az intézése? Erről beszélgetünk Vadászi Józsefnével, a Piaci Pavilonsor egyik cipőüzlet tulajdonosával. Leválik a cipőtalpa. Mi a teendő? Visszaviszem a készítőhöz. Ha javítani lehet, javítják, ha cserélni kell, cserélik, legvégső esetben visszaadjuk az árát, de általában mindig meg szokottak elégedni a javítással vagy a cserével. Mennyi a reklamációs idő egy cipő? Fél év. A Magyar Szakácsok és Cukrászok Szövetsége és az Európai Gasztronómiai Újságírók Szövetsége 1993-ban a sebestyén tejázó színvonalas munkáját védnöki táblával jutalmazta. Ismereteim szerint kevés üzlet kapott ilyen elismerést. Milyen kötelezettséget jelent ez a védnöki tábla, és milyen feltételeknek kell megfelelni? Erről beszélgettünk az üzlet tulajdonosával, Sebestyén László úrral. Az üzletet 1990 őszén nyitottuk meg, és 92 tavaszán, nyarán a feleségem és a lányom ösztönzésére megpályáztuk a Magyar Szakács és Cukrászok Szövetségénél a kitüntető cím elnyerését. A cím, mert az első évben elnyertük, szerencsénk is volt, független szakértőt kérnek föl, és bejelentés nélkül elnőzik az üzlet szolgáltatásainak színvonalát, és a kimagaslóan pontozásos rendszer alapján megfelelőnek minősített üzletek közül kapják meg, hát egy évben 10-15 üzlet a kitüntető címet. Ez a pályázók számát, az üzletek színvonalától is függ. Ugyanakkor vissza is vonhatják a címet, és tehát a lényeg az, hogy előre bejelentés nélkül elnőzik a kiszolgált színvonalát. És ezt több szakember elnőzi, és ők is külön pontozzák. Tehát az üzlet portálját, megjelenését, WC, mellékhelyiségek tisztaságát, felszereltségét, az üzlet szolgáltatását, a sütemények, teják frissességét, az italok hőfokát hűtöttek, de megfelelő hőfokon vannak felszolgálva, és a berendezés egységessége, a poharak egységessége, sok egyéb tényezők mérlegelnek, és az összbenyomás alapján egy pontrendszer alapján javasolják, és kétszer egy évben történik ilyen szemle, és a szemle után általában közlik az észrevételüket, ha olyan van, hogy kell. Nálunk a javaslatok az volt akkor, hogy a tejáznak bemutatása egy szép, megfelelő színvonalú tartót vagy állványt készítessünk, és a második elnézésnek jöttek, megcsináltuk a tartót, és ott bemutattuk a tejaválasztékunkat, és úgy vettük mi is, meg gondolom ők is, hogy megszívleltük a tanácsaikat, a tanácsaik szerint igyekeztünk végezni a munkánkat, és megkaptuk meglepetésünkre első évben. Azóta is tudjuk tartani. Hát ennek minden évben van a díjköztünnepség a valamelyik pesti szállodai termében, és akkor a védnöktáblás házak tulajdonosait meghívják, vendégeket hívhatnak, és ott adják át a következő évben, akik elnyerték, és ott jelenik be, hogy melyik üzletektől vonták vissza a védnöktáblát. A sebestyén tejázónak van-e valami speciális süteménye? Igen, kedvelt süteményünk a habostúrós, amit a szakirodalom Rákóczi Tudósként szokott ismerni. Nekünk technológia az másképpen készül, nem linzer alappiszkót alattal, és a habot nem sütjük rá a habot, tehát sütés nélkül. Meleg habba készül, de sütés nélkül. Annyira kedvelt, hogy messzéről vissza járó vendégek vannak. Tehát ilyen minőség itt kapja ezt a süteményt meg is. Többen mondták, hogy ezért keresnek fel bennünket.